hogy a tudomány művelőjénél is magától értetődik, hogy folyamatosan fejleszze magát. Ugyanúgy a művész embereknél is így kell lennie. Ha valaki arra hivatkozik, hogy erre már nincs ideje, akkor lényegében elvesztette a talajtalába alól. Így tartja mai vendégünk, akit előbb gitárprímásként emlegettek, majd népzenei gyűjtéseivel Bartok útját folytatta, még végül a hagyományok házának vezetője lett. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a kontúrban. Bot Miklós, kétszeres fonogramdíjas és budai díjas zeneszerző, előadó művész, kutató. a Hagyományok Háza főigazgatója. Gitározni önállóan 8 évesen kezdett el, majd 20 évesen hegedűn is megtanult játszani. Pályája elején figyelmét a rockzene kötötte le, de ez később fokozatosan a magyar népzene felé fordult. Játszott a Vágtázó Halott Kímek, a Kárpát Műbiusz és a Barbaró együttesekben. 2004-ben megalapította a Napra zenekart, amelyben az autentikus népzenei dallamokat elektromos gitáron szólaltatta meg. 2010-ben szólistának kérték fel a rendhagyó primás találkozó formációba. 2011-ben egy nemzetközi roma integrációs projekt a Cafés and Citizen vezetője lett. Számos külföldi utazáson és gyűjtésen vett részt. Tanulmányozta Szíria, Kína, Irán, India és Oroszország zenei hagyományait. 2014-től érdeklődése mindinkább az ukrán folklór irányába fordult, és népzenei gyűjtéseiből létrehozza a Polifonik projektet. A több ezer dalból álló adatbázis, amely dokumentumfilmeket, interjúkat és táncokat is tartalmaz, komoly nemzetközi visszhangot és elismerést érdemelt ki. Sok szeretettel köszöntöm Bot Miklóst a stúdióban azzal kezdtem, azzal a gondolattal kezdtem, amit tőled idéztem, hogy ugye egy művész embernek is folyamatosan fejlesztenie kell magát, mert hogyha ezt nem teszi, akkor tulajdonképpen már elveszítette a lába alól a talajt. A hagyományok háza igazgatójaként miben tudod fejleszteni magad, illetve mennyire összeegyeztethető ez a némiképpen azért bürokratikus világ a művész élettel, a művészet felfedezésével? Hát most azt hiszem, rögtön egy ö, olyan ö, kérdést tettél fel, bocsánat, csak megbeszéltük, hogy tegeződünk, Szóval rögtön egy olyan kérdést tettél fel, amire azt hiszem az egész műsoridó ki lehetne tölteni, mert hát ezt azért kifejteni. Hát én az a kezdeményem, hogy amikor felvezetétek ezt, hogy valakinek nincs ideje magát fejleszteni, bárművész, akár művész, akár tudományból jön, akkor elveszett a táv, akkor arra gondoltam, hogy milyen igaza van, aki mondta, hogy nem emlékeztem, hogy ezt én mondtam, de hogy ez tényleg annyira egy fontos dolog. És ö, én onnan közelíteném ezt a dolgot meg, hogy amikor fiatalként elkezdtem zenélni, akkor egész egyszerűen csak az érdekelt. Én emlékszem arra, hogy persze tanultam, és nem voltam rossz tanuló, de, de így alapvetően minden időmet erre fókuszáltam, egyszerűen ez érdekelt a legjobban. És, és emlékszem arra a pontra az életemben, amikor valahogy a zenélésnél elakadtam egy ponton, és azt éreztem, hogy azok az zenék, amik körvesznek, meg azok az zenék, amit hallgatok, mondjuk én 14 5 éves lettem, egész egyszerűen már nem okoznak olyan örömet. Most ha elmondom, hogy milyen zenéket hallgattam, és hogy azt <laughs> Na, mondom, ilyen hogy azokat, de nem mondom el, mert akkor azt mondják, hogy azt megunta, hát akkor biztos nem tudom. De mert nagyon jó, hát ezek nyilván nagyon jó színvonal zenék voltak, csak hogy egész egyszerűen azt éreztem, hogy körbe-körbe jár, és már nem ad annyit. És emlékszem erre a pontra, hogy, hogy hát fiatal vagyok, és azt éreztem, hogy vége van valaminek az életemben, és hogy lehet, hogy ez örökké így marad. És, és akkor elkezdtem így tudatosan gondolkodni, hogy nekem akkor tudatosan kell keresnem addig új zenéket, amíg az a pont történik, hogy megint azt az élményt kapom, amit korábban kaptam. Tehát, hogy újra Így van. És akkor először az volt, hogy hát akkor talán, nem tudom, jazzbe kezdek el, akkor utána, utána keresgéltem, hogy én egyszer nem kaptam. És itt most emlékszem arra, hogy ez egy fél-egy éves ilyen válságidőszak volt tényleg. És nekem például, és ezért nagyon meghatározó nekem Bartók zené, és Bartóknál volt nekem egy ilyen átfordulat, a kantáta volt egyébként, az, aminél így egyszer átfordult, most nem mondom, mert ennek van egy nagyon szép története, de ez szerintem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy egy teljesen más műfajban, egy teljesen más műveltségi hátteret feltételező zenében találtam meg egy olyan áttörést, aminél hirtelen azt éreztem, hogy újraindulnak ezek a pórusokból ezek az energiák, és, és megint megtaláltam valamit. Igen ám, de ebből a megtalálásból, amit a komoly zene adott, Számos olyan dolog volt, amit a korábbi életemben nem tudtam összeegyeztetni. Tehát például a hangszerem, ez teljesen alkalmatlan volt. Ez a zenéhez. zené a, a, a műveltségem is igazából, hiszen egy tínédzser ember mm. vagyok, és egyszerűen a műveltségem sem volt meg ahhoz, hogy hogy ezt a fajta élményt leképezem, hogy miért élvezem ezt ennyire. Ugye? És akkor jött az, hogy le akarom képezni minden és szokt. megtalálom hozzá De, az eszközöket? Hát gondoljuk át, hogyha az ember kap egy óriási élményt, hogy leviszi a, a fejét valami, vagy szóval tényleg egy ilyen elképesztő akkor utána azon gondolkodik azért, csak hogy ez mit, mi volt ez, mi történt. És akkor én egyszerűen tényleg azt csinált, hogy olyan analitikus módon elkezdtem a szólamokat figyelni, elkezdtem azt, hogy hogy épül ez föl, és a végén az a pont az miért olyan elképesztően elementáris. Tehát elkezdtem végelemezni, de azt éreztem, hogy nincs ez a megfelelő mm. tudásom. Tehát akkor az volt, hogy a, akkor nyílt az Öt Pacsirta utcában ez a zenei könyvtár, és akkor nagyon sokat jártam oda, és egyszerűen önképzőkörként olvastam ezekről a zenékről, elemzéseket, elején nagyon sok mindent nem értettem, aztán, hát, ahogy lenni szokott, utána olvastam, stb. és egyre jobban összeállt a dolog, és hirtelen érteni is kezdtem azt, hogy mi tetszik benne. Uh -huh. És ez akarva-akaratlan az embernek a zenélését is megváltoztatja. De a mondandóm lényege itt az, hogy, hogy volt egy válságpont, és nem az történik, hogy azokban az automatizmusokba benne ragad az ember, hanem egész egyszerűen az élmény a lényeg, és nem pedig az, hogy kifele reprezentálni tudjak valamilyen élményt másoknak. Tehát nem ragadsz bele az automatizmusokba, hanem keresel más megoldásokat az élmény eléréséhez, oké, okay, de akkor Így van. mi történik most a hagyományok házában? És, és, és ezt akarom csak mondani, hogy, hogy, hogy és akkor úgy néz ki, hogy az egész beszélgetés az elején, tehát <laughs> szóval, ezek, ezek a lépcsők voltak benne, hogy aztán egyszer csak eljött az a pont, hogy, hogy ezt az élményt már nem feltétlenül a zene adja meg. Akkor indult ez az el, hogy egyre jobban a tudomány irányba mentem, ö, akkor én filozófia, a területen nagyon sok olvasmányom van, amit az egyetem kapcsán, hogy én ilyen szakra jártam. Tehát, hogy, hogy egyre több ilyen inkább tudományterületéről lévő olvasmányok voltak, és egyre jobban ez eltolt ebbe az irányba. Másfelől viszont ugyanilyen ö, megállóknál elkezdtem filmezéssel, fotózással foglalkozni, és akkor szép lassan kialakult az, hogy a terepen kezdtem el járni, és ott kezdtem el, hogy úgy mondjam, létrehozni anyagokat, aminek nekem alkotás volt. És aztán az egész együtt, ahogy így gyűltek ezek az információk, és ezek a projektek egyre sokszínűbbek lettek, de úgy, hogy mindéket át tudtam látni, mert mindig egy új Igen. elem épült bele, akkor lényegében, amikor a Hagyományok Háza már jött, akkor számos olyan elemével és ismerettel rendelkeztem a háttérben, ami lényegében a Hagyományok Házának a fő profilja. De akkor, és akkor jól, így ért össze? jól a... fordítom, akkor tulajdonképpen ez ugyanannak a dolognak a sok-sok oldala, amik egymást Ugyan. erősítik. Ezeknek a megértésével tudod elmélyíteni a már meglévő másik oldali tudásodat, és akkor ezért kell feltenni azt a kérdést bizonyos értelemben, hogy nem hiányzik a mondjuk úgy, hogy aktív zenél és az aktív koncertélet. Szóval, szóval tényleg én, ha, ha zenélni akarnék, zenélhetnék. Tehát, hogy nem, nem az volt, hogy elmúltak a koncertek, hanem arra emlékszem, hogy hogy, és ez tényleg nagyon, ez talán tényleg érdekes téma is lehet az embereknek. Én, én ezt annyira természetesen éltem meg, hogy ez nekem nem volt egy, egy válság ilyen értelemben. Én arra emlékszem, hogy egyre jobban feszültség adódott abból, hogy mindig aktívan zenélünk, ugye nagyon sok koncertünk van, főleg fókuszáltan tavasz, nyár, ősz környékén, és akkor ilyen tél inkább lemezfelvétel, de hogy ez a nyári időszakban legjobbak a legjobbak a, gyűjtések és a terepen hmm. levés. Ugye én nagyon sok népzenei felvételt készítettem, és így terepen nagyon sokat voltam egy életem során, és elindult az a konfliktus, hogy gyűjteni megyek, vagy koncertezni megyek. És akkor az elején próbáltam ezeket összeegyeztetni, hogy csak egy-két hétre megyek hmm. gyűjtésre, és akkor terepre, és aztán utána majd koncert, meg nem tudom És aztán egyre jobban azt éreztem, hogy már nem vagyok a helyemen, sokkal jobban érdekel szellemileg, sokkal nagyobb kihívás a másik terület. És akkor emlékszem arra a nyár, hogy egyszer csak így eldöntöttem előtte tavasszal, vagy valami, amikor mondtam a zenekarnak, és mondtam a szervezőknek, hogy idén egyáltalán nem vállalok koncertet, és hogy, hogy egész egyszerűen az van, hogy teljes mértékben a, a felvételeknek és a tudomány területének adom át a dolgot, és megmondom őszintén, ez egy óriási felszabadultság volt nekem, mert azt éreztem, hogy, 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 hogy sok olyan azt éreztem, hogy most éppen adott helyzetemben a helyemen vagyok inkább. Hm. És, és akkor ugye ez persze nagyon sok ember nem értette, hiszen végül is a magunk területén sikeresek voltunk, meg tényleg jól ment a dolog, tehát ez egy, megint csak az automatizmusok nagyon jól működtették a dolgot már. De ezeket te akkor nem szereted. Ez, ez szerintem... A rutinokat van egy, nem szereted, a, rutinokat, a megmerevedett nem, rutinokat. Nem, 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 nem. Tehát a, a rutinok egy komplex munkafolyamatnak mindig a részei amikor túlterjednek ezek, és szinte csak a az, az nyilván, amikor összeomlik bennem a lelkemben. De ugye az van, hogy először megértünk egy apró elemet, akkor azok épülnek, azok már automatikusan működnek, ráépül, épül, 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 épül. És aztán utána, amikor egy behemót lesz, és már nem nagyon tud tovább épülni, akkor egy újat építesz. Hm. És aztán adott esetben ezek össze tudnak érintkezni, és szóval, szóval, nyilván ez egy olyan, mint egy ilyen nagy legó <laughs> játék. Azért egy kicsit most ugorjunk vissza abba az időszakba, amikor aktívan koncertesztél. Bot Miklós 2004 őszén alakította meg a napra elnevezésű világzenétjátszó együttesét. Dalai közös kiindulópontja a Kárpát-medence népzenéje volt, amelyet mai újszerű hangzással fűszereztek meg. A zenekar basszusgitáros Miklósát, Csabát erről a rendhagyó zenei fúzióról kérdeztük. Elég eklektikus is maga a napra, de mégis van egy, 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 ilyen fonál, ami, ami mentén működik, és az egyébként a Mikinek a személye és a zeneisége. És ahhoz kapcsolódóan sikerült így felfűzni a legkülönbözőbb dolgokat. Én az egyik legnagyobb erényének azt tartom, hogy egy kompromisszummentes zene volt. Tehát az első lemezt mi úgy készítettük el, hogy hogy semmiféle különösebb behatást úgymond nem engedtünk be, hanem azt csináltuk meg, amit szerettünk volna. És azért ez már akkor is kiderült, hogy ez eléggé merőbben más, mint ami addig úgy volt ugye, a magyar zenei téren. Ez kicsit meghökkentő is volt néha az embereknek, de idővel azért egyre többen rákaptak, és érdekes lett számukra, mármint mint egy a hallgatóság szemszögéből. Szóval mindenképpen egy, volt egy kemény kezdeti időszak, az, az körülbelül egy olyan két év is, viszont utána, utána elég jól beindult, és azt hiszem, hogy a World Music-ba, tehát mi egy ilyen színfolt lettünk. ő olyan, hogy hihetetlen módon beszív mindent. Tehát, hogy, hogy ha valaki azt szokták mondani, hogy ő százszázalékosan beleveti magát valamibe, szóval Miki nem, ő nem veti bele magát százszázalékosan, minimum 200 kétszázszázalékosan veti bele magát, és elképesztő módon beszív mindent, hihetetlen gyorsan megtanulja ezeket, és tulajdonképpen ráépült az egész koncepció, viszont mi is hozzátettünk elég sokat. Ha már itt tartunk, hogy beszívja magába. Azért te egy olyan korszakban voltál egészen fiatal, ami pont a nagy táncház mozgalom után és a mostani uh -huh. újjáéledő mozgalom előtt volt. Mi fordított téged a népi kultúra irányába, szóval mit talál meg ebben egy, egy tinédzser, aki egyébként gitározik, tehát hogy, hogy, hogy teljesen más irányba is, vagy látszólag más irányba is érdeklődik? Ez, hát ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés. Ugye, amikor arról beszéltünk, hogy a komoly zenét kerestem, most egy kicsit akkor hagyj építsem erre tovább. A komoly is volt egy olyan pont, hogy, hogy elemeztem Bartókot. Most tartunk itt, és akkor olvastam utána, hogy megértsem ezt az egész történetet. És ugye Bartoknál mindig felmerült a népzené. Nekünk otthon szóltak alapvetően, de, de, nem volt ez a táncházas közösség, bár nagyon nyitottak voltak egyébként a népzené és a népik útra, de nem volt ez a közeg az otthoni. Viszont otthon komoly zene abszolút szólt meg mm. ezek, a, ezek, a, világok. Nem? És, és, és mindig a a felmerült. És akkor egész egyszerűen azt is meg akartam érteni, hogy az hogy illeszkedik bele. És emlékszem arra, hogy, hogy én vonó találtam, és akkor azt úgy elkezdtem úgy hallgatni, hogy na ez milyen, így fókuszáltam és hát az, az újra egy elemi élmény volt. És akkor én arra emlékszem, hogy, hogy ugye akkor, ahogy a hegedűk szóltak, azok a harmóniák, ahogy, ott, ahogy, 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 kísérték ezeket, és ami főleg mondjuk ez egy ilyen, egy ilyen mezőségi zené, ahol ilyen, ilyen, ilyen alapvetően ilyen duros zenék belső mezőség. ezek emlékszem, hogy, hogy akkor ezeket nem tudom, hogy micsoda, csak azt tudtam, hogy ilyen nincsen. És, 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 aztán utána én emlékszem arra, hogy Hát a 90-es évek végén, legeslegvégén voltam először a táncházba, Molnár utcában, az a legendás Molnár mm. utcai táncház, és arra emlékszem, hogy hát én azért előtte azért láttam sok mindent, mert hát mondjuk mégiscsak a, a később a Barbaró zenekar, meg, meg ott a Vágtazolat ki, meg zenekar környéki zenekarokba ott már mozogtam ebbe az időbe. Én azért láttam mindenféle bulizás, de ami ott folyt, tehát ott olyan erő volt, olyan elkép, az a zene, ahogy szólt meg, ami volt, az, az valami hihetetlen volt. Ez az, az intenzitás meg, az ereje? Igen, tehát az, és az, hogy nagyon más. Hm. És az mégis az, hogy egyetlen az a vonó zene, zenekarok ilyen erővel tudnak szólni, és, és hogy ezek a hangszínek, hogy recsegnek azok a bőgők, mert olyan erőből húzzák. Hmm. Szóval ez, ez akkor egy tinédzsernek, ez emlékszem, hogy ez egy óriási élmény volt, és akkor ráadásul a beszélgetések is, meg az, hogy kinyílt egy olyan világ, hát ez erről szólt a táncázmozgalom, és gondoljuk csak el, hogy a mozgom lényege az volt, hogy városi emberek felfedezték a falvakból lévő zenéket. Először erről nem volt diskúzus, minden, amilyen vonózene volt, meg nem tudom én, az általában a városi cigányzene volt, azt nagyon gitsesnek érezte az újjant, hmm. És volt egy ilyen sokkal, sokkal naturálisabb zene, és akkor ezeket felfedezték, és azt az élmény kapták meg. És lényegében én ugyanezt kaptam meg a városban, már már a Revival, ugye a Revival az, ami azok a városiak, akik megtalálják a népzenét, az a Revival mozgalom. Tehát a Revivalen keresztül láttam ezt, és olyan, olyan szinten tanulták meg ezek a városiak ezt zenélni, hogy Hát letalózó volt. És így, akkor mondok kezdve, bocsánat, csak így, így. Ez egy életen át onnantól kezdve, ami egy nagyon-nagyon hát. fontos száv volt. Egyébként csak a vonósokhoz akartam kapcsolódni, hogy azt is mondtad, hogy igazából az változtatta meg a zenei gondolkodásmódodat, amikor megpróbáltál úgy játszani gitáron, hát. sőt, olyan gitárt is fejlesztettél, ami a hegedű hangzását hát. reprodukálta. És ehhez megtanultál egyébként hegedülni is. Hát. Megint visszajön az autodidakta uh, tanuló uh, vonal, hiszen azt is magattól tanultad meg. Hogyan? változtatta meg a zenei gondolkodásodat ez a kombináció? Szerintem ezt úgy, úgy érdemes, egy, aki nem zenél, annak úgy, úgy, tudja ezt megérteni, ha mondjuk gondoljuk azokra az emberek, akik kimennek Amerikába, és akkor vagy mit a Németországba, és ott élnek 20 évet, és halljuk, hogy megváltozik az akcentusa. Mm -hmm. Szóval ez ugyanez, hogy a, hogyha egy ember gitárosként kezd el zenélni, de utána tíz éven keresztül, öt éven keresztül csak mondjuk népzenét, vagy vonózenét, vagy komoly zenét hall, és, és, azoknak a díszítéseit hallgatja, és azokat a dalvezetéseket akkor akaratlanul a, a, a mentális struktúra, az ízlés struktúráim átalakulnak, és egyszerűen azt kezd el tetszeni, ha olyan díszítés rakok oda, vagy olyan megoldásokat alkalmazok, mert hogy azért hallgatom azt a vonó mondjuk az sem, mert óriási élményt ad, tehát a hangszeremen is azt reprodukálni akarom. Viszont Ugye ahhoz, hogy ezt reprodukálni tudja a hangszerem, komoly innovációk kellenek, mert ez egy teljesen más hangolás, teljesen más struktúrájú rendszer. Ö, a gitár nyilván ott bundok vannak, a másiknál nincsenek, mm. és ott egy csomó más díszítési lehetőség van. Tehát egy csomó minden ki kellett találni, hogy ez hogyan tud megvalósulni, de ez nem ilyen nagyon nyögvelenyelős volt, hanem egész egyszerűen csak akkor hallottam szépnek az zenélést, hogyha azok ott benne vannak, és, és ez szorított rá arra, hogy hogy, hogy ezzel foglalkozzak, és, és ez szólított arra, arra is rá, hogy egy pont először csak gitáron próbáltam, de aztán rájöttem, hogy igazából én hegedülni meg tanulni, itt már az ilyen 21 éves voltam, és akkor addig húztam, amíg a szegény szomszédom meg, meg mindenki tényleg összeomlott, de addig, addig csináltam, amíg, amíg, egyszer csak elkezdett úgy szólni, és, és, és aztán utána sokkal jobban megértettem azt a zenét. Most, ahogy beszélsz a zenéről, vagy arról, ahogy a zenéről gondolkodsz, nekem egy táguló univerzum jut eszembe, és hogyha erre gondolok, akkor ebbe a sorba illeszkedik nekem az a rengeteg gyűjtőút, amit messzi tájakra tettél, tehát például Szíriába, Iránba, vagy éppen Kínába, amiből lemez is született, és valahogy az van a fejemben, hogy tulajdonképpen ez arról is szól, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy a magyar zenei kultúrát egy tágabb rendszerben is értelmezze az ember, látszólag össze nem függő kontextusokban. Ja. Ugye, ezek mindig csak látszólag nem függenek össze. Tehát ez, ez, tudni kell, hogy a népzene is ez persze egy nemzeti kultúraként éljük meg. De körülbelül úgy, úgy is meg lehetne és ezt akkor így fogja a, a kedves nézők is érteni, hogy a népzene is, hogyha most népzeniről beszélünk, akkor, akkor ez nagyon hasonló ahhoz, mint mondjuk a komoly zene. Hogy a komoly zenének is vannak nemzeti vetületei, Erkel Ferenc például, stb, stb. stb. Ami, ami egyszerűen itt lokalizálódott, és lett egy sajátos árnyalata, ami csak ránk jellemző, és mi vagyunk. De a népzene is olyan, hogy, hogy, hogy megvannak ugyanúgy ezek a lokalizációk, is vetületei, de ettől függetlenül nemzetközi térben, tehát hogyha elmegyünk a szomszédaink irányába, vagy még messzebb keletre, vagy nem tudom én, csomó összefüggésben hasonlítunk, és megvannak azok az összefüggések, nagyon sok ebből tudományosan alá van támaszva, hogy hogyan hatottak ezek a különböző rétegek egymásra. Tehát az a lényeg, hogy ez, ha kilépünk a Kárpát-medencéből, szintén magunkra ismerünk nagyon sok helyen, és ez a fajta összehasonlítás és ez a fajta megismerés, ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület a népzenének. Nem véletlenül az egyébként hozzáteszem, hogy Bartók például sokkal több szlovák és román dallamot gyűjtött, mint magyar, egyszerűen azért, mert így voltak megegyezők oda, és az jött, hogy, hogy, hogy ők megbeszélték azt, hogy így egy nagyobb rendszert értsenek meg. Tehát ők azt mondták, hogy akkor értjük meg, hogy mi az a magyar népzene, hogyha értjük, mi az a szlovák, ha értjük, uh -huh. mi az a román. Tehát, hogy egy egész rendszert látunk egybe. És valójában ez egy, ez, egy, ez egy ilyen, hogy nemzeti irányból nézzük, akkor ez a Kárpát-Melnycíig tart, de valójában egész uh -huh. Európa benne van, benne van egy csomó keleti terület, és bizonyos értem az egész világ. És magadról mit tanultál ezeken a gyűjtőutakon? Mert hogy az ember egyedül van, Kínában mondjuk aztán tényleg a nyelvi közeg sem olyan, gyakran még angolul sem tud kommunikálni, tehát van egyfajta bezárultság is, egy idegenségérzés, szóval hogy magáról mit tanul ebből az ember? Ezek, 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 hihetetlen nehéz idők. Tehát valójában a, érdekes ez, amikor az ember visszagondol, én tényleg azt gondolom, hogy ezek a terepen lévő időszakok talán a legszebb ide, mm -hmm. időszakai az életemnek, de akkor, amikor benne voltam, a legnehezebb volt. Tehát ugye ez a magány, ez a kitettség, ez a, ez a hihetetlenül, tehát így, Teh tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami, amit az ember nehezen visel így el, és, és mondok egy példát, mondjuk Kínában, amikor voltam, ott fél évet voltam egyszer kint egy húzamban, és volt egy ö, zenei turném, amikor hát próbáltam valahogy így anyagilag is megtámasztani az ott dolgot, és ott hívtak ilyen koncertturnéra, egy nagyon ismert kínai énekessel zenéltem együtt, és akkor mondtam, hogy ez egy tök izgalmas lehet egy ilyet hmm. látni, hogy Kínába turnézni egyet. Tehát szóval szerintem ez zenészként is és akkor elmentünk, de senki nem tudott angolul. Tehát volt egy egyetlen egy ember, volt a, a, az ének első, azt tudta, hogy yes, meg az, hogy oké. Okay. Tehát ebből a kettőből kellett ugye kombinálnunk a valóságot, a no már, azzal az már volt probléma. Na szóval, hogy, hogy tényleg nem tudtunk egymással kommunikálni, ez még az az időszak, hogy a Google Translate meg ezek, tehát ezek nincsenek. És arra emlékszem, hogy már nem tudom, -e, hány napja vagyok Kínában, és hangos könyveket hallgattam, hogy, hogy magyar beszédet halljak, tehát értelmes beszédet halljak. Olyan szinten összezavarta már az agyamat, hogy, hogy ott heteken keresztül csak kínaiak vannak körülöttem, és gesztusokban kommunikálunk. Ö, és, és aztán most az ukrán terepre is, is beszélhetnék, hogy mennyi feszültség, most ebben nem megyek bele, de az annyira, hogy a terepen levés, az minden esetben arról szól, hogy minden elemében új vesz körül, emiatt hihetetlenül gyorsan elfárad az ember, mert egyfolytában koncentrál, mm -hmm hogy értse a dolgokat, hogy tudjon balanszírozni a helyzetekben, megértse az összefüggéseket, és a többi, és emiatt nagyon elfárad, de viszont annyira érdekes, hogy hogy nem érzi a fáradtságot, és ez egy teljes kimerültség tudja vinni az ember. Szóval, hogy egy ilyen, remélem mindenkinek kedvet adtam. Ha ezen. már terepről beszéltünk, abban is rend, hogy jó a pályafutásod, hogy tehetséget kutatni is terepre mentél. Most ezzel folytatjuk. Botniklós Miklós és ifjabb Csóri Sándor nevéhez fűződik a Palimósztori elnevezésű tehetségkutató, amelynek keretein belül hazánk régióit bejárva fiatal zenészek után kutattak. Erről mesélt a zeneszerző vendégünk, régi barátja. Íme. A Pallimó sztori az egy nagyon érdekes történet, viszont előzménye van. Amikor az emberben megjön az a hív, hogy elődökre meg nagy emberekre tekint, hogy milyen nagy munkásság van, és akkor ez, ezt úgy tudja követni, hát nyilván sok embert megérint a világon Bartók Bélának a munkássága, és nem zeneszerzéstelen, de maga a gyűjtés, élmény, a terepjárás, az emberekkel való találkozás, ez vonzott minket, és olyannyira, hogy, hogy egy-két felvétel elejéig kimentünk Erdélybe, és ott csináltunk a kedvenc zenekarainkról, vagy embereinknek a zenéjéről felvételeket. És... Hát szevasz! Hogy Valahol itt kezdődött szerintem a mikinél is az, hogy ez a dokumentálás, hogy így egy kicsit felülről ránézünk arra, hogy most ez pff, nem feltétlenül kell beskatoljázni mindent, ez egy kor jelenség, tehát mindig érdemes ö, ö, rögzíteni azt, hogy egy kornak milyen a zenéje, hogyha már legalábbis mi zenészek vagyunk. És valahogy így történt az is, amikor. Ö, Felkérték erre a dologra, és akkor ő azt találta ki, hogy akkor viszont ugyanezt megcsinálhatnánk, hogy akkor elmegyünk és keresünk fiatal zenészeket, akik, akiknek nem biztos, hogy megadatik az a lehetőség, hogy egy ilyen profi dologban részt tudjanak venni. Úgyhogy ez egy nagyon jól sikerült kis csapat volt, jó alkotó munkával tehát ugye erre jó visszaemlékezni. A története a Pálimónak meg nagyon egyszerű, mert hát ugye azért az ember a többiekkel is iszogat néha, néha és amikor elfogyott a, a, nem is tudom már milyen ital, akkor volt egy nagyon-nagyon rossz pálinka, és nem tudtuk máshogy megírni, hogy citromlevet öntöttünk be, és ilyen limonádésan, és akkor ezért ez a pálimó. Igazából innen jön ez egész. meg annyi emlék. Egyébként ezzel a tehetségkutatóval kapcsolatban nyilatkoztad azt, hogy a, a, szegénység konzerválja a kultúrát, és erről beszéljünk még egy kicsit, de előtte arra vagyok kíváncsi, hogy elmenve ezekhez az emberekhez, terepen találkozva velük, nyilván te felfedezted a tehetségüket, de te mit tanultál tőlük? Uh -huh. Egyrészt, hogy megmondta a Sanyi, mi a Palimó, pedig megegyeztünk, hogy soha nem mondjuk el senkinek. Hogy Akkor ezt, most lelepleztünk egy hétkort. Szóval de az ember egyrészt ezekeken a helyeken, ugye persze mindig magát uh, ismeri föl, és magát magára ismer nagyon sok szempontból. Um, Ugye ez, ez szerintem azért nem is olyan érdekes, mert én sem nagyon tudom pontosan rám milyen hatása van. Vannak élmények, hogy mondjuk adott esetben az életemben találkozom valami, és akkor jobban megértem, vagy jobban átlátom, vagy nem mm. tudom. Minden esetre az tényleg nagyon igaz. És főleg mondjuk, hogyha az ember ilyen nagyon távoli helyekre megy, mondjuk Kína, Oroszország, Ukrajna, vagy India, vagy nem tudom én ezeken, ahol dolgoztam, ott, ott van az, hogy az ember elmegy valahogy, és tényleg másképp jön egy kicsit vissza. Tehát, és, és amikor hazaér, nagyon sokszor nem is veszi észre, hogy egy életre megváltozott egy csomó minden. Nem veszük észre, mert azonnal elindulnak az otthon is azok az automatikák, amiről beszéltünk, de közben valójában elkezd minden teljesen megváltozni. És ez ilyen nagyon érdekes, mert van mindig ez a nagyon számomra nagyon gicses ilyen történet, hogy az ember elmegy keletre, hogy megvilágosodjon, nem de tényleg az van, hogy valahogy ez az ilyen nagyon más helyen lenni, és amiről beszéltem, ez az élmény, hogy az emberi, ezáltal, hogy nagyon más helyen van az antennái, teljesen tehát teljesen, más, teljesen más intenzitással működik az egész elménk ilyenkor, és így valahogy tényleg kisöpörnek olyan dolgokat, ami, ami aztán később rájön, hogy hogy, hogy nem is kellett volna annyira fókuszálni. És ha az, jön, az ember is rájön, hogy, hogy és nem is feltétlenül mondja ki, csak azt veszi észre egy-két év múlva, hogy jéde megváltoztam. És utólag mi az, amit kisöpörtél magadból? Ö, nem tudom, tehát például biztos, hogy, hogy a, a zenélésemre, hogy, hogy nem zenélek annyit, meg nem tudom én, ez biztos, hogy hatással volt ez az élmény. És ö, emberi kapcsolataimra az, hogy a világot, ahogyan látom, ö, egész egyszerűen nagyon sok olyan dolog van, amivel azt hiszem, hogy sokkal elfogadóbb vagyok, mert egész egyszerűen emberi élményeim vannak ezekkel a területekkel, vagy nem tudom én. És viszont valamit sokkal másképp látok, mert láttam egy, egy csomó részét. Szóval, 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 szóval tényleg nem akarok itt most improvizálni ezzel kapcsolatban, nagyon-nagyon sok mindenben megváltoztam. Egyébként éppen ezekre a történetekre akartam rátérni, vagy rákérdezni, amiket nyilván cipel magával az ember, amikkel találkoztál például Ukrajnában is egyébként, egészen döbbenetes történetekkel, hogyha valaki kicsit böngészi ezt az archívumot, akkor akkor megrendítő videófelvételeket és interjú részleteket is talál. Mi volt számodra, mondjuk, mondjuk úgy, hogy a, a legmegrázóbbak közül az egyik? Um, szerencsére most így tudok azonnal mondani, nem mindig tudok, mert ugye annyira sok élmény van ilyenkor, hogy van egy, van egy történetem, amit, amit többször is elmondtam, mert annyira rámutat arra, hogy mennyire megváltozik a világ, és egy milyen változó és gyorsan változó világban vagyunk. Az első alkalommal, azt tudni kell, hogy Ukrajnában a, a, a munkánk az egy nagyon intenzív munka volt, tehát ez a Polifoni projekt néven futott, ennek a vezetője voltam és az alapítója, és ott kb. 40 különböző kutatóval dolgoztunk együtt, erre 7 évet töltöttem az életembe, tehát igazából az elmúlt 7 éve az életemnek az nagyon sok értelemben kintott terepen volt, és néptelen együttéssel telt, ilyen értelemben is, és, és amikor elkezdtem ezt az egészet, akkor teljesen egyedül voltam. Egy fotókamerával mentem, egyetemről egy tolmácsot tudtam leakasztani, és akkor tényleg egy kis nagyon-nagyon lepattant ilyen autót béreltünk, ebbe raktuk be az eszközeinket, és mentünk ki falvakba. És egy ilyen idős asszonyal találkoztunk, ami nekem a nagy, az volt az egy ilyen nagy élményem a gyűjtéssel. Ez egy ilyen félszemű asszony volt, 90-valahány éves volt, és, és befogadott a házába, és akkor mondta, hogy hát ő, ah, én neked akarok fölvenni, hát akkor csak lakjak itt nála, ő reggel több napon keresztül fog énekelni. És akkor bekerültem ebbe a helyzetbe, és hát óriási élmény volt, tele volt ilyen szőttesekkel, saját kezével csinált, itt az egész, tehát az egész díszítményeit önmaga hozta létre, és, és aztán utána három év múlva visszamentem, arra, arra volt megindulunk, arra felemozogtunk, és visszamentem hozzá, és azt látom, hogy az ablakok ki vannak verve, és ott áll teljesen üresen a ház. És akkor jöttek a szomszédok, és mondták, hogy nem olyan régen meghalt az asszony. És akkor így mondtam, hogy hó, hát, hogy, hogy és mi lett, mondom, az az elképesztő viseletekkel, meg az a, hogy azt mondja, hogy mindent itt el a ház előtt. És, és emlékszem erre, hogy, hogy, mennyire, mekkora fájdalmat okozott ez nekem ez az egész, hogy ez a dolog így, így eltűnik, és, és akkor utána, akkor elkezdtem ezzel foglalkozni, és én megkerestem a lányát, mert hogy ő, ő, ő vélet volna. És a lányom már ez az iparosodásként beköltözött a városba egy két, mit tudom én, emeleten egy ilyen nagyon-nagyon szomorú, szürke helyen ott lakott, alkoholizmustan, mindent, amit akarunk. És, és egyszerűen csak azt mondta, hogy ezek a régi dolgok, ez a szegénységet jelenti, mm. ő pedig már egy városi ember. Tehát, hogy mennyire másképp látjuk ezeket a történeteket, és és nagyon izgalmas ezeket felfedni, hogy egy-egy hogy ilyen cselekményből, ami barbárságnak tűnik, milyen egészen más üzenetek és, és megoldások vannak. Közben pedig milyen érdekesen kanyarodtunk vissza a kiinduló ponthoz, hogy a szegénység konzerválja a kultúrát. Ugye ennek van egy abszolút szomorú vetülete, de ugyanakkor meg. Meg egy nagyon fontos vetülete, amit hát gyűjtőként tud az ember valahogy mégis a, a javára fordítani. Engem egyébként az a történet is nagyon meghatott, hogy egy asszony, aki a lánya halála óta nem énekelt, amikor Így. ti hát ez odamentetek, gyakran. akkor kezdett el énekelni. Tehát de arra fakasztottatok valakit, Én aki van. nagyon hosszú ideig nem énekelt. Ez hogy történt? Igen, ez, ez, azt kell mondjam, ez egy viszonylag, gyakran. nagyon gyakran vannak halálok, korai halálok gyerekeknél, fiataloknál, is, és ezek az idős asszonyok ott, ülnek, és mondja, hogy a fia meghalt a lányom, és akkor az van, hogy van, hogy évekig nem énekelnek. És, és mondta, azt mondta nekünk, hogy ő megálmodta, hogy mi jövünk. Megálmodta, hogy mi jövünk, és azt álmodta, hogy, hogy a lánya bejött hozzá, és kérte, hogy énekeljen. Énekeljen újra, mert neki örömet okozna és, és hát így kezdett el énekelni. Ővel aztán nagyon-nagyon sokáig, mai napig telefonkapcsolatban vagyok ezzel az asszony, ami nagyon, nagyon erős viszonyba kerültünk, szóval ilyen tényleg így azon, hogy mondjuk mi 170 faluba dolgoztunk, tehát ez ilyen elképesztően sok, ugye a 7 hét év alatt, nagyon-nagyon sok emberrel találkozunk, és mindig marad egy pár, akivel, hmm, igazán akivel közel, akivel tényleg köz maradás. kapcsolatban maradunk, és ugye azt kell tudni, hogy ez ott a Csernobil terület egy észak, ez a Csernyigiv oblaston, ahol most a háború zajlik, ő ott lakik, és amikor elkezdtek benyomulni a, az oroszok, akkor, akkor utána körül kezdtük előtt őket hívni, hogy ott mi van, és mondta, hogy hát itt újra lövöldöznek, és most nem van a pincében minden nap, nap közben, mert nagyon fél, meg nem tudom én. És, és ez szörnyű, mert ő mindig mesélték, hogy mennyire, tehát ők átélték a világháborút, és hogy nem tudom, gondoljuk-e, hogy ott mi ment végig. Tehát mondjuk a, a Szovjetunióban 22 millió ember halt meg a második fél. Szóval, hogy mi mindent láthattak. Volt, aki a nagy éhez is megint a 30 hát, több millió ember halt. Ér. Szóval, mindjárt, ne is vigyük ebbe az irányba a beszélgetés, de az anyag, hogy ő telefonon ezt, a, ezt, valahogy nagyon át tudta adni, hogy, hogy milyen félelmei vannak újra most ebben a mm. helyzetben. Hogyha egy kicsit ennél pragmatikusabb vizekre elvezünk, nyilván ez a munka egy hatalmas archívum már dúzat, és az is érdekes lehet, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot, ezt a fajta rendszerezést, a zenei örökségnek ezt a fajta átadását, hogyan tudod a hagyományok háza kapcsán kamatoztatni, akár magát a gondolkodásmódot? Uh -huh. um. Tehát igen, tehát itt az, az egyrészt a hagyományok házában nagyon jó módszerek voltak eddig is azzal kapcsolatban, hogy, hogy a fiatalokkal ugye hogyan tudunk kapcsolatba kerülni. Azt tudni kell, hogy azt mi is láttuk minden esetben, amikor mi már ezt az archívumot lé, létrehoztuk, láttuk azt, hogy több olyan pont van, ahol az ember életébe be tudunk kapcsolódni. A közművöldésben klasszikusan két olyan pont van, ahol igazán tudunk kapcsolódni. Ez a fiatalkor, tehát az iskoláskor és a nyugdíjaskor. Közötte van az, hogy az emberek nagyon sokszor eltűnnek, annyira sokat dolgoznak, hogy igazából nincs idejük ezekre az ilyen tevékenységre, és ott nagyon sokan nehezebb elkapni az embereket. Tehát ebből adódóan a maga az iskolai oktatás az, amiben már a korábban is nagyon sok érdeme volt. Mi, amit most próbálunk továbbiakban fejleszteni, és itt most itt tényleg sok mindenről beszélhetnénk, de talán most, amit kiemelnék, az van most egy nagy együttműködési programunk a Zeneakadémia, Lisztván Zene Zeneművészeti Egyetem, Népzenetanszék, a Zenetudományi intézet és a hagyományok háza között, eh, ahol eh, lényegében olyan tananyagfejlesztő dolgokat eh, fejlesztünk, aminél az van, hogy tudunk venni mondjuk egy vonózenekart, és akkor ki tudunk emelni személyeket, azt le tudjuk lassítani, meg tudjuk nézni, hogy pontosan hogyan játszik a keze. Ez egészen forradalmi lesz, ennek a bemutatóját össze tervezzük, és hát nagy mennyiségű anyagokat rögzítettünk, aminek elképesztő ö, szervezési része volt, hogy milyen zenészekkel mit vegyünk föl, azt lekottázni, Szóval tényleg egy nagyon nagy munka van mögöttünk, és hát előttünk még még nem teljesen fejeztük be. Ö, és mellette ez viszont az egész egy honlapon lesz fönt, ahogy egyébként az ukrán adatbázis is, egy honlapon lesz fönt, amit egy bármelyik falusi iskolába el tudnak indítani, és tudnak olyanokat játszani, hogy mondjuk az énekes kikapcsolják, és mint egy keró király énekelnek az emberek, és tényleg népzenét hallanak. Tehát ugye nagyon sokszor a népzen oktatásban az a nagy probléma, hogy mondjuk egy zongorán, egy ilyen operett énekes, vagy mondjuk egy klasszikus képzettségű énekes énekel a fiataloknak. Ez is tök jó, tehát ez is e, meg nem tudom én, de hogyha valójában ezt az egész kontextus hallják, azokat a hangszereket, nem tudom én, szerintük ez egy nagyon-nagyon fontos pont. Ha már erről beszéltél, és a hagyományok házáról, akkor ezzel a témával folytatjuk, és megint valakivel, akit jól ismersz és fontos az életedben. A hagyományok háza egyik alapítójával beszélgettünk, a Kosudia Sebő Ferenc, a Magyarországi Táncház Mozdalom egyik elindítója következik, aki Bot Miklós pályafutásáról és főigazgatói feladatairól is nyilatkozott. Legelőször a Grillusz Samónak produkciójában ültünk egymás mellett, mint zenészek. Ez egy ilyen Pörös Sándor összeállítás volt, Samu hangszerelte meg ezeket a dalokat is, és a csomó embert összevállalottak így a szakmából. És a Miklós mellettem ült, és ott beszélgettünk erről arról, és ő tett fel nekem olyan kérdéseket, ami az derült ki, hogy ő nagyon érdekli ez a népzenei história, és én szívesen meséltem neki, úgyhogy aztán többször is találkoztunk később, ő megkeresett engem, és aztán megismergettem avala a fantasztikus profi teljesítményen, amit ő az ukrán ukrán öregasszonyokkal csinált. És nem csak az önmagában, hogy ezek milyen jó pofán énekelnek több szolomban, hanem az egész technikai apparátus, ahogy az felkészítette, és van, ilyen profi felvételeket csinált, hogy minden ilyen kórusból az összes szolomot el lehetett különíteni, és le lehetett jegyezni. Szóval tártottam tátottam a számat, és nagyon irigy voltam, hogy ezt miért nem a magyar népzenészek csinálják az ilyen munkákat. Úgyhogy amikor meghallottam, hogy meg fogja pályázni ezt, a, ezt az állást, én nagyon megörültem, és megmondom őszintén, hogy az előző igazgató, Kelemen László, nagy teljesítményének tartom, hogy ő a Miklóst már kiszemelte, maga mellé vette, és egy éven keresztül tanította az Ez manapság nem jellemző. Helyeket szereznek, embereket tolnak helyikről, odaülnek úgyhogy le a kalappal a Laci előtt is, és hát a Miklós előtt is, hogy végigcsinálta ezt az egészet. De remélem, hogy ő most képviselni fogja ezt a nemzedéket, akikben én nagyon bízom, akik már a bőrük alatt internettel születnek, és jó barátságban vannak ezzel a technikával, mert erre nagy szükség van ebben a népzenetudományban is. Csak egy pillanat bólintottál akkor, és el is mosolyodtál, amikor azt mondta Sebő Ferenc, hogy bízik a te nemzedékedben. Te bízol a nemzedékedben ebből a szempontból? Hát, az ember bízik az életben? Bízik az életben. Hát, az viszinket előre, én persze, hogy bízom, én nem bízom. De hát azért ez olyan dolog, hogy ez nem egy passzív bizalom, szóval itt aktívan dolgozni kell. És valójában nagyon fontos az, hogy meglegyenek azok a híd emberek, akik különböző tudásokat tudnak összeilleszteni, és, és tudják dinamizálni, és tudnak hogy is mondjam, víziót adni embereknek, amiben ők is azt hiszik, hogy igen, ebben részt vesznek, és ilyen emberi architektúrák fel tudnak épülni, és egyszerre tudnak mozdulni. Tehát hogy tehát, tehát, ez nem egy passzív bizom, ez mindenféleképpen az, hogy inkább abba bízom, hogyha mondjuk a magam részét én csinálom, akkor akkor abból lesz valami, ebben mindig bízom, és ez, ez erőt ad. Ha már vizionál tartunk, és nyilván most egy, nem egy doktori értekezés lenne az, amit, amit várnék, de ugye Sebő Ferencnek egy nagyon fontos gondolata a népi kultúrával kapcsolatban, hogy erre egy élő valamiként kell tekinteni, és Ajde. nem poros múzeumba kell helyezni. Ha neked meg kéne fogalmazni azt, hogy mit gondolsz a népi kultúráról, vagy arról, hogy hogyan kell ezzel a kincsel bánnunk, akkor, akkor mit mondanál? Jó, akkor ezt így próbálom, én nagyon ismertelen, és nagyon leegyszerűsítő és elnézést ezért, hogy hmm. így mondom de szemléletesen szeretném. Tehát, hogy minden egyes kulturális elemnek szerintem két ilyen fontos része van. Az egyik része a műveltség, és a másik része az alkotás. Ez a két pont, ami, ami nélkül nem beszélünk arról, hogy élő kultúra. És a, a műveltség az, az, egy nagyon izgalmas dolog, mert mondjuk a komoly zenének is megvan a maga műveltsége. Ha már meg is halt módszár, de attól függetlenül az intézményrendszer őrzi a tudását, és egész egyszerűen újra és újra meg tudják az emberek tanulni. Viszont ott is a komoly zenében is a műveltséget megkapják, és valaki hagyományőrző lesz, mondjuk Mozartot játszik, valaki viszont azzal a tudással alkot, vagy éppen egyszer Mozartot játszik, egyszer alkot. És a népművészet is valójában egy ilyen úton van, hogy ez az elképesztő műveltség, amit szép lassan az elmúlt. 120 évben és még korábban elkezdtek az emberek összerakni. Ez elvileg a tudománynak is van erről egy víziója, az előadó művészet szépen elkezdte kezelni, de ugye itt az van, hogy egy műveltség kialakult, és maga az alkotás része szép lassan meg fog emellett jelenni. Tehát ez a fajta interakció lesz az, amitől tud mai is lenni a történet. Mind a mellett, hogy maga a hagyományőrzés, hogyha eljátszunk egy régi zenét, mondjuk ami a 60-as években volt most, az is ma jelenik meg, és az is mára tudhatni. De az, hogyha ez meg tudja termékenyíteni a kortás kultúrát is, akkor lényegében hirtelen egy olyan olyan fontos helyet kapott, mint a komoly zene, adott esetben a könnyű zene, és a többi. Tehát ezek a különböző kulturális szegmensek, ezek folyamatosan interakcióban vannak egymással. De az interakció akkor működik jól, hogyha több rétege van. Van egy szegregátum rétege, ugye az, hogy a kultúrában három folyamat zajlódhat, van az, hogy asszimilálódik egy kulturális elem, integrálódik vagy szegregálódik. Kell egy szegregátum, amikor azt mondjuk, hogy ténylegesen a múzeum történik, tehát úgy van, ahogy van, és ezzel foglalkozunk kell, hogy folyamatosan kutatják mindenki, aki ezzel akar foglalkozni, legyen lehetősége, pénze legyen, tehát ez egy nagyon fontos része, és az integráló rétege, pedig ami már az újraalkotása történik, az az, ami interferál, interferál a többit, többi kulturális nagyobb szegmenssel, ami megtermékegy itt másreged, na azzal is kell foglalkozni, hm. és ezt a kettőt így egybe kell tudunk tartani, és ekkor fog ez jól működni. Én azt hiszem, hogy, hogy van erről víziód, ahol, ahogy hallgatlak, mert csak pillanatok vannak hátra a beszélgetésből, még azt terüld el, hogy a te életedben a hagyományok háza, vagy a terepmunka, az ugyanolyan önkifejezése, mint az alkotás, ha már az alkotásról is beszéltünk. Ez nem volt egy szép kérdés, hogy így négy másodpercet kapok egy ilyen bonyolult kérdésre. Mind a kettő nyilván nagyon fontos, és a hagyományok házával azért is fontos dolgozni, mert igazán akkor fognak a magyarok is terepen jól teljesíteni, hogyha az rendszerek azok ki tudnak jól lépni, és ezt jól tudják támogatni. Tehát, tehát, fontos mind a kettő helyen jelen lenni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Te. Önök a kontúrt, az M5 portré látták, adásunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is. Jövő szombaton este 6 újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!